szeretném elkezdeni a tanítást, nem tudom, hogy végig megyünk-e a tanításon ma, vagy lerövidítjük, vagy megpróbálom lerövidíteni, vagy két a részre osztani, mert egy érdekes témáról szeretnék a tanítani, nem annyira populáris, nem annyira népszerű, de azt gondolom, hogy rendkívül fontos erről a témáról beszélnünk. Az alapigénk a példabeszédek 30-as részébe lesz, a 8, 9 és és, és tízes vers. Megkérem a Zolit, hogy ezeket nekünk tegye be ide a chatboxba, tehát a példabeszéd 30, 8, 9 és 10-es verse az, amit fel akarok nektek olvasni. Következőt mondja ez, a, ez az írás. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem, táplálj engem hozzám illő eledellel hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt nem mondjam, kicsoda az úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. A tízes verset nem is kell, csak a 8-9. A bibliai rész, amit olvastam, egy, a főcím e fölött, a vers fölött az, hogy agul bölcs kérése, bölcs imádsága. Azt imádkozza Agur, hogy ne adj nekem, Uram, szegénységet vagy gazdagságot, hanem pontosan a hozzám illő eledellel eledel -el táplálj engem. Én hiszem, hogy azok, akik itt vannak ebbe a csoportba, hiszem, hogy az Úr hívott titeket ide, az Úr válogatott titeket össze, mert Istennek nagyon sokféle tápláléka van, nagyon sok embere van az Úrnak, akik különböző mélységekben, különböző szemszögből és szögekből mutatják be nekünk az Istennek a dolgait. És az, hogy ma itt vagy, az azt jelenti, hogy neked valamiért ma ezt kell hallanod, ezt a fajta eledet, ami hozzád illik. Mert az Isten a hozzád illő eledelel akar táplálni. Nem kevesebbet, nem többet, csak is ami hozzád illik. Hiszen akkor, hogyha egy, egy kisgyermeknek, aki még csak tejet iszik, adunk egy szolid ételt, zöldséget, húst, kenyeret, az, attól ő megfullad, att, azt, azt ő nem tudja el, megemészteni. Viszont, hogyha egy felnőtt csak tejet kapna, az is probléma lenne, hiszen az, az, az is akkor elgyengülne. Tehát Isten azt mondja, hogy a hozzád illő eledel az, ami nagyon fontos. Na most Agur itt imádkozik, konkrétan anyagi viszonylatban, hogy Uram, ne adj nekem se szegénységet, se gazdagságot. Elsősorban anyagiakról beszél itt a Biblia, de kiterjeszthetjük ezt az igét szellemi javakra is. Ugyanis van olyan szellemi gazdagság, vannak olyan szellemi titkok, amiket nem bírunk el, amik, ami túl sok nekünk. Nézzük meg, igei dolgot mondok-e. Pontosan Jézus azt mondja, sok minden kellene mondanom még nektek, de az a kapacitás, ami nektek jelenleg van, nem bírjátok el, nem tudjátok elhordozni, ezért majd később, miután én elmegyek, a Szent Szellem szépen lassan elkezdi nektek kibontani. Tehát maga Jézus is azt mondja, hogy vannak olyan igazságok szellemben, van olyan gazdagság szellemben, amit még nem biztos, hogy elbírnál, de majd idővel elbírod, ahogy növekszel. Tehát ez az ige azt gondolom, hogy értelmezhető szellemi és anyagi tekintetben is. Na most azt mondja Agur, hogy ne adj nekem gazdagságot. A gazdagság szó az egy nagyon relatív fogalom, hiszen akkor, amikor azt mondjuk, hogy valaki gazdag, akkor nem tudunk meghatározni egy bizonyos összeget, hogy ő azért gazdag, mert van neki, tudom is én, egy millió forintja, vagy van neki 10 millió forintja. Hiszen a gazdagság szó annyira relatív és annyira tág fogalom, hogy mindig valamihez viszonyítva mondjuk azt, hogy te gazdag vagy, vagy te szegény vagy. Alapvetően, ha megpróbálnánk definiálni a gazdagságnak a fogalmát, akkor azt találtam azt a definíciót, hogy egy olyan ö, vagyon és jövedelem, egy olyan mennyisége a vagyonnak és jövedelemnek, amely lehetővé teszi, hogy a szükségletünket nagyon egyszerű és nagyon gyors módon ki tudjuk elégíteni. Ez a gazdagságnak az egyik definíciója. Tágabb értelmezése az, hogy olyan szellemi vagy tárgyi értékeknek a birtokába vagyunk, amik bőségesek, és kielégítik a szükségleteinket. Ezt nevezi a, 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 a szótár, a magyar értelmező szótár gazdagságnak. Szellemi és vagyoni értelemben. Na most akkor, amikor Agur azt mondja, ne adj nekem szegénységet, akkor is a szegénység szó szintén nagyon relatív, és Megkülönböztetünk háromféle szegénységet, ezek szociál szociol, szociológiai alapfogalmak. Az egyik az abszolút szegénység, a mély szegénység. Ez az a szegénység, ami rövid távon kirekeztéged a társadalomból, hosszú távon pedig biológiai következményei vannak, mert alultáplált leszel, betegségek érnek el, nem tudod megvenni a minimális gyógyszereket, nem tudod, nincs meg a létfenntartásod, a higiéniai körülmények nem megfelelőek. Tehát hosszú távon nem csak társadalmi, hanem biológiai egészségügyi következményei is vannak a mély szegénységnek. A második típusú szegénység, az a relatív szegénység, aminek nincsenek biológiai következményei, mert az alapszükségleteid el vannak látva, gondolunk itt az ételre, a, a higiéniai dolgokra, a, a gyógyszerellátásra, hanem ezek a, a relatív szegénység az a fogalom, amikor a környezeted, ahol élsz, ahhoz mérten, hova tudod magad elhelyezni, mennyire tudsz megfelelő szinten élni a környezetedhez képest. Tudom is én, egy Németországban élő ember Magyarországon lehet, hogy gazdagnak számít, gazdagnak titulálnánk, viszont német viszonylatban pedig lehet, hogy egy, egy középosztályban van, egy alsó középosztályban van. Tehát attól függ, hogy mi a környezeted az határozza meg a relatív szegénység értelmében, hogy gyakorlatilag szegénynek nevezünk-e téged, vagy nem. Mert sok embernek csak az a félretett pénzed esetleg a külföldön vagy, és van mondjuk tízezer fontot félretéve, otthon gyöngyös melléken, Magyarországon, egy kis faluba, te gazdag ember vagy. Viszont Angliában, egy londoni viszonylatban, te szegény embernek számítasz, vagy középosztálybelinek számítasz. Na most a szubjektív szegénység, a harmadik típusú szegénység, ez... Érdekes, mert ez az a szubjektív szegénység az, amit a szociológia annak nevez, hogy gyakorlatilag te mit gondolsz magadról, hogy szegény vagy-e vagy sem. Mik az igényeid, milyen igényeid vannak, és ahhoz mérten mennyire tudod ezeket kielégíteni. Ezt nevezi a szociológia szubjektív szegénységnek, mert azt mondja ez a fogalom, hogy szegény az, Akinek nagyon magasak az igényei, viszont azokhoz az igényekhez képest nagyon alacsony a, a bevétele, nagyon alacsony az, ami neki van. Itt nyilván anyagi dolgokról beszélünk, de ennek van egy szellemi vetülete is. Mert nekünk, keresztényeknek a Biblia azt parancsolja, hogy legyünk gazdagok, gyűjtsünk kincsetek, kincseket Isten országába. Nekünk szellemileg egy olyan gazdagságban kell járnunk, annyira jólétben kell lennünk szellemileg, hogy tudjuk megosztani másokkal ezt a gazdagságot. Mi ez a gazdagság? Ez a gazdagság az evangéliumnak a titka. Az evangéliumnak az ereje. Szóval volt Jim Sandersről, ő annyira gazdag volt szellemben, hogy bejárt országokat, kontinenseket, és akárhova ment, az emberek meggyógyultak, mert azt mondja az írás, nincs ezüstöm és aranyom, de amin van, azt adom neked, kelj fel, és erősödjön meg a lábad, és gyógyulj meg. Tehát mi az, amit Péter adott? Egy szellemi örökséget, szellemi gazdagságból adott gyógyulást egy olyan embernek, akin senki nem tudott segíteni. Akinek az alapproblémája az egészségügyi probléma volt, mégis mindenki úgy tekintette, hogy az ő alapproblémája az, hogy szegény, és ezért pénzt kell kéregetnie. Mi van, hogyha azt mondom, hogy az alapproblémánk nem biztos, hogy az, amit mindig az emberek látnak, vagy amit, amit próbálunk kezelni, hanem az alapproblémánk az, hogy nincs meg a szellemi gazdagságunk, a szellemi jólétünk, ami egyébként, ha megvan, akkor minden másféle tud söpölni. Erre mondja Jézus, keresd elő Isten országát, és egyébként minden más megoldódik. Mert az a gazdagság, amit a Biblia nevez gazdagságnak, az gyakorlatilag tönkre tesz minden más problémát. Szét, széttör az életedben minden más problémát. Ez az a gazdagság, amiről ma akarok beszélni. És ez az, amikor Agúr valami miatt azt mondja, ne ad nekem ezt a nagy gazdagságot. Hát ez, az, ez, a célunk, hogy legyen meg ez a gazdagságunk. Miért mondja Agur, hogy nekem ne adj ekkora gazdagságot? És miért bölcs ez a kérés? Mikor, mikor most bizonyítottam be, hogy Péternek a szellemi gazdagsága meggyógyított egy olyan embert, aki, aki senki más nem tudott segíteni. Miért mondja Agur, uram, ne add még ezt nekem, azt add, ami hozzám illő. Azért, mert minden áldáshoz, mindenhez, amit Istentől kapunk, kell egy bizonyos mértékű kapacitás. Nem tud Isten téged jobban megáldani, mint amekkora a kapacitásod. Tehát én emlékszem, rég anyukám mesélte, hogy nagyon régen nem volt még ilyen rendszer a házakban, és nekik vödörrel kellett menni a kútra. És uh, fürdéshez ezt az utat meg kellett ismételniük négyszer-ötször. Uh, mi ezt ugye annyira már nem ismerjük, nekünk ez idegen, ezt se tudjuk képzelni. hogy egy fürdőkádat vöd vödörrel töltünk meg, vagyis, uh, és elmegyünk ötször-hatszor a kútra, ami egyébként legyen egy jó. 5-600 méter távolság. Miért nem tudták egyből megtölteni a kádat? Azért, mert a vödörnek volt egy kapacitása X liter, és azon felül hiába töltött többet édesanyám a kútnál, a csapnál, a nyomós csapnál. Hiába töltött többet a vödörbe kifolyt. És innen-onnan akkor is csak az X-liter vizet tudta hazavinni ami a vödör kapacitása volt. Na most az, amit látunk itt sokszor a fizikai világban, megegyezik a szellemivel, mert a fizikai sokszor árnyéka a szellemi igazságoknak. Isten rendkívüli mértékben meg akar minket áldani, csak az a baj, hogy kicsi a vödrünk. És ez az a vödör, amit nekünk meg kell tanulni, kitágítani, megnöveszteni, és minél mélyebbre megyünk az Úrban, annál nagyobb a kapacitásunk, annál mélyebb igazságokat tudunk a mennyből elvenni, és annál inkább válunk a szellemvilágba befolyásosabbá, vagyis mondjuk úgy a, a bibliai nyelven, hogy a kenet rajtad annál inkább növekszik. Wow. Mert Isten nem adod a kenetet, ahol nincs edény. És nem tudod a sokat adni, ahol, ahol nincs nagy edény. Mondja a Biblia, hogy Isten mérték nélkül adja a lelket, és ez igaz is, csak az a probléma, hogyha neked valahova el kell vinned a kenetedet, annyit tudsz elvinni, amennyi az edényedbe belefér. Lehet, hogy túlcsordul rólad, lehet, hogy ott van rajtad, és folyik lerólad, és abból más is kap, de alapvetően a te kapacitásod ennyi. Hogyan tudjuk növelni ezt a kapacitást, és miért Isten, miért bölcs kérés, amit Agur mondott, ne adj nekem szegénységet, ne adj nekem gazdagságot, pont annyit adj, mint amennyit elbírok. Mert ha Isten többet adna, az tönkretenne minket. Nem bírnánk el. Ezért Isten előbb felkészít minket, növekedést ad az életünkbe, hogy aztán elbírjuk azt az áldást, amit, amit ránk akar adni. Mm. Gondoljatok bele, Isten nem halakat teremtett először, először megteremtette a vizet. Miután megvolt a víz, azt mondta, akkor jöhet a hal. Isten nem teremtett ö, ö, először állatokat, megteremtette a megfelelő környezetet, és azt mondta, most pedig jöjjenek az állatok. Isten nem teremtett embert, csak amikor a megfelelő légkör, a megfelelő eszközök ott voltak már a kedbe, és akkor azt mondta, rendben, most jöhet az ember. A kenet, Istennek a gazdagsága sem tud jönni addig, amíg a feltételek nem biztosítottak, mert Isten nem a pazarlásnak az Istenek. Emlékeztek, amikor teremtette, a megszaporította a kenyeret meg a halat, azt mondja a tanítványoknak, hogy rendben, mindenki evett, én ezt meg tudom még egyszer csinálni, Látszik, hogy kétszer is megtörténik a Bibliában a kenyér, meg a halszaporítás, de azt mondja, én azt akarom, hogy szedjétek össze a maradékot, mert az atyám nem pazarol. Hmm. Minden, amit az atya ad, ő egy bölcs Isten, ő megfelelő mennyiségben, mértékben és helyre adja. Ott, ahol van kapacitás elvenni. János Apostól, aki a jelenések könyvét megírta a Szent Szellem által, nagyon sokáig nem látta azokat a titkokat, amiket látott, hanem csak egy idő után kezdte el azokat látni. Az egyik proféta azt mondja, hogy megjelent nekem Isten, és én láttam az Urat, és meg fogok halni, mert úgy érzem, nem vagyok kész, tisztáltalan, ajkú vagyok. Tehát kellenek időszakok, amik felkészülünk mindig ahhoz, amit Isten akar nekünk adni. A jó hír az... Hogy Isten meg akart téged áldani jobban, mint ahogy te gondolod. Ez a jó hír. A, 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 nem mondom, hogy rossz hír, inkább elmondom, hogy a feltétele ennek, hogy növekedj. Hogy nőjön a kapacitásod, hogy bírd el azt a sok áldást, amit az Úr neked adni akar. Uh -huh. Erre fogunk nézni igéket és e, ezek alap, ez lesz majd gyakorlatilag a tanításunknak az alapja. Nézzük csak a Lukás 14, 18-tól 21-ig. Lukás 14, 18-tól 21-ig. Tudjátok, a gazda vacsorát készít, és elkezdi meghívni a hivatalosokat. Nézzétek csak, mi történik ebben a részben. És minnyáján egyelőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első azt mondja, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, menj ki engem. A második, őkt, iga vettem, ki kell mennem, hogy meg megpróbáljam, kérlek téged, menj ki engem. A, a másik pedig azt mondja, feleséged vettem, és azért nem tudok menni. Szeretném, ha látnátok valamit ebbe a történetbe. Mi az, amit Isten igéjeit próbál neked ma és nekem mondani? Mert sokszor azt kérdezed az Úrtól, Uram, miért tartok még itt? Uram, hogy, hogy nincs az életembe ez és ez és ez? Uram, mikor jön el az idő? És itt ez a példázat, ami azt mutatja nekünk meg, hogy van egy gazda, van egy gazdag ember, aki vacsorát akar készíteni. Aki meg akar áldani, meg akarja áldani a hivatalosokat, nem csak azzal, hogy jólétben vannak, hanem meg akarja áldani azzal őket, hogy lehessenek a jelenlétébe. Akar velük beszélni, akar velük együtt enni, egy olyan közösségre hívja őket, ahol olyan excesszük lesz ehhez az úrhoz, egy olyan barátság, egy olyan közeli kapcsolat alakulhat ki a, a hivatalos és, és a gazdag ember között, amikor egy-egy. Semmi, semmilyen más akadály nem lehet köztük, arra célzok, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy jó, figyelj, csak együtt vacsorázunk ezzel a gazdag emberrel, nagyon jóba lettünk, és egyébként erre is erre van szükségem, vagy ez is ez a problémám is, a gazdag ember azt tudja neked mondani vacsora közben semmi probléma. Nézd, én, én gazdag vagyok, én szeretlek téged, azért hívtalak meg. Mert én különösen kiválasztottalak, szeretném megoldani. Nem, ez a vacsorának a vége nem is lesz, lesz vége, és a problémád meg lesz oldva. Miközben mi itt eszünk, én szolgákat küldök, és azok elrendeznek mindent. Tehát akkor, amikor azt mondja ez a, tört, ez a bibliai történet, hogy a, a gazdag ember vacsorát készített és meghívott embereket, amit mi nem látunk ebből a történetből, az az, hogy azok az embereket, akiket meghívott, azok hozzáférést kaptak, hozzáférést adott a meghívottaknak önmagához. Mm. És tudod, akkor, amikor egy befolyásos, gazdag embert ismersz, akkor a problémáit hirtelen lekicsinyülnek. Főleg, ha az a gazdag ember jó szívű. Főleg, ha az a gazdag ember tényleg segíteni akarni rajtad. Főleg, ha az a gazdag ember képes lenne odadni érted az egyszülött fiát is, csak hogy neked jobb legyen az életed. Na most, ha egy ilyen gazdag ember meghív téged, és azt mondja, figyelj ide, meghívlak téged, de nem tudsz eljönni, oké, rendben van, mert problémáid vannak, elküldöm a fiamat, akármilyen bajod van, legyen ő a bajba, te csak gyere el a vacsorára. Ez az, amit Isten nekünk felajánl, azt mondja, figyeljetek, én vagyok a leggazdagabb, én teremtettem mindent, Gyertek el a vacsorámra, ez az, amit itt látunk a Lukás 14-ben, gyertek el a vacsorára, és tudom, hogy nem tudtok eljönni, mert problémátok van, itt van az egyetlen fiam, föláldozom a fiamat, csak hogy tudjak veletek együtt vacsorálni, és hozzáférésetek legyen ahhoz, ami nekem van. Ez az, amire invitálta őket. Végtelen gazdagság, végtelen hozzáférés a mennynek a titkaihoz, királyságához. Ha meghívna téged Magyarország miniszterelnöke egy vacsorára, és azt mondaná, hogy nézd, én annyira bírlak téged, Apostol Péter, hallgattam a YouTube-os tanításaidat, és teljesen készen vagyok fel akarok iratkozni, subscribe akarok a csatornádra, és én annyira megszerettelek, hogy mától kezdve te köhögsz egyet, és meg lesz. Na most, ha én elmegyek és elfogadom ezt, is, kialakul közöttünk ez a kapcsolat, attól kezdve én Magyarországon rendben vagyok. Addig, amíg az Európai Unió nem fordul Magyarország ellen, de most ne politizáljuk. Tehát akkor, amikor az Isten azt mondja, Jézus arra utal, hogy egy vacsora van készülőbe, és oda vannak meghívottak, akkor ránk gondol. És az az Úr, aki a vacsorát készíti, az, ami mennyei atyánk, aki a legbefolyásosabb teremt, nem is teremtmény, lény, létezés az egész univerzumban. És ő hív minket vacsorára. De most nézd, mit mond Jézus. Elhívta Ezeket az embereket, ez a gazdag ember arra, hogy üljenek levele, vacsorázzanak együtt. Emlékeztek, Jézus azt mondja az Evangéliumnak a végén, hogy kopogtatok az a szíved ajtaján, megnyitod, bemegyek, és veled vacsorálok. Tehát a vacsora szó Jézusnak az értelmezésében egy olyan szintű közösség, ami felruház téged mennyei és földi befolyással, hatalommal. És akkor, amikor Jézus vacsoráról beszél itt is, nem szabad elfelejtenünk, mi az, amit ő, mi az amire ő mélyebb értelemben gondol a vacsorakor. És azt mondja a Biblia, ezek meg voltak, meg voltak hívva, de mit csináltak ők? Elkezdtek, elkezdtek mentegetőzni. És a következőt mondták: Nem tudok elmenni, mert Szántóföldön van. Nem tudok elmenni, mert uh, öt iga ökröd vettem. Nem tudok elmenni, mert feleséget vettem. Mind a három dolog, amit ők említenek, mi azt úgy neveznénk, hogy áldás. Mert akkor, amikor veszel egy szántóföldet, az áldás. Akkor, amikor ötiga ökröt veszel, a mai értelmezésben tudom is én veszel húsz traktort, vagy, vagy, vagy veszel, veszel egy jó működő gazdaságot, akkor az áldás. Akkor, amikor azt mondod, hogy feleségem, férjem van, akkor az egy áldás, az Úr megáldott téged. Tehát mi történik itt a hivatalosakkal? A hivatalosak Isten áldását kapják, Isten áldását birtokolják, de mondanak valamit, ami miatt egy ilyen érdekes hangulata lesz ennek az áldásnak, és nem is látjuk éppen ezért áldásnak, pedig ez áldás. A következőt mondják. Kezdék magukat mentegetni. az az ember kezdi el magát mentegetni, aki bajba van. Ha nem vagy bajba, nem kell neked mentegetni. mentegetés. De nem csak azt mondja, hogy kétszer is visszautal rá Lukács a Szent Szellem által, nem csak azt mondja, hogy kezdék magukat mentegetni, hanem megkérik a szolgát, kérlek, ments ki engem. Kétszeresen is ott van egy versen belül a mencs meg engem. Tehát ezek az emberek, akik itt vannak, észrevesznek valamit. Mentésre van szükségük. Ments megengem, engem, mert nem tudok elmenni. Mert azt mondja a 14.18, hogy ki kell mennem, hogy meglássam a Földet. Nem azt mondja, hogy ki akarok, nem azt mondja, hogy ki fogok, ki kell mennem. Mire próbálok neked célozni? Arra próbálok ma neked célozni, hogy a szántóföld, az ökör és a feleség lett a mestere, az ura ezeknek a hivatalosoknak. Mert Isten azért áld meg téged, hogy szolgáljanak téged az áldásaid, és az áldásaid révén tud építeni a királyságot. De akkor, amikor nem akarod bele a királyságot építeni, akkor, amikor a kapacitásod fölötti dolgok vannak az életedben, szolgálvá tesznek. Mert ezek az emberek mindannyian azt mondták, hogy hivatalosak vagyunk, de nem tudunk elmenni, mert minden, amivel megáldottál minket, Istenem, nem tudjuk kezelni, és ki kell, hogy mentsél minket, mert nem fogunk tudni elmenni. Ők birtokolnak minket, nem mi birtokoljuk őket. Wow. A feleségem az, aki birtokol engem, nem pedig én vagyok a feje a családomnak, és nem pedig, nem, nem pedig azt hiszem, amit én akarok. Most egy, egy extrém példát hadd mondjak. Tételezzük fel, a feleséged nem keresztény, vagy a párod nem keresztény, és ő nem akarja, hogy az úrhoz menjél. Csak, csak egy példa. És mi, mi az, amit, mi az, ami ilyen esetben van? Azt kell mondani, hogy drágám, szeretlek és, és imádkozok érted, de, de, ezt meg kell tennem, ne haragudj, nem, ebben nem tudok neked engedni. És abban a pillanatban, amikor azt mondod a férjed vagy a párod miatt, ha nem keresztény, hogy nem, abban a pillanatban a birtokává váltál. Ne értsetek félre, ott kell legyen egy együttműködés fér és feleség között, de ez egy másik tanítás kellene, hogy legyen, ne menjünk bele abba. Értsétek jól most ezt a példázatot. Tehát nem mindegy, hogy te birtokolod az áldásokat, vagy az áldások kezdenek el birtokolni téged. Nem mindegy, hogy te szolgálod őket, vagy ők szolgálnak téged. Mert azt veszük észre, hogy a feleség, a Szántóföld és az öt iga ökör olyan áldás volt az emberek életébe, ami szolgálva tette őket és elválasztotta őket attól, hogy elmessenek vacsorázni. Pedig lehet, ha elmegy vacsorázni, nem öt iga ökröt kap, és nem egy kis szántóföldet, hanem megkapja a fél királyságot. Hanem kap egy egész ö, 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 ökörkészletet. Ö, és nem mondom, hogy kap egy egész ö, tárházni feleséget, hiszen egy feleség és fél kell legyen az életedben. De értitek, mire gondolok? Hogy ezek az emberek elmulasztották észrevenni, hogy az, aki minket meghívott, az övé minden. Ők, ők ragaszkodtak az, ahhoz a picihez, ami volt nekik, és emiatt elmulasztották azt, hogy a teremtővel üljenek le egy asztalhoz. És hadd mondjam el neked, annál nagyobb dolog nem történhet veled a földön, mint amikor a teremtődel leűz beszélgetni. Ennél hatalmasabb dolog nincs. Mert akkor, amikor a teremtőddel üsz le, az énekek énekében meg megvan írva, hogy megfogja a teremtő az ajtónak a kilincsét, és a kilincsről elkezd folyni az olaj. Csak nézzétek meg az énekek énekét. A teremtő nem tud úgy megjelenni valahol, hogy ne csöpögjön, ne folyjon róla az olaj, hogy ne jöjjön belőle a világosság. Te leűsz vele vacsorázni, és az veszed észre, hogy az ételnek a végére Kicserélődtél. Zákeussal leült Jézus Krisztus vacsorázni egy olyan emberrel, akinek fára kellett mászni, hogy lássa és azt mondja Zákeusnak az Úr Jézus, hogy ma valami történt ebben a házban. Üdvössége lett ennek a háznak. Zákeus azt hitte, hogy falatozni fogunk, de miközben ettünk, az, aki én vagyok, megváltoztattam őt. És Zákeus fölugrik, és azt mondja, nem tudom, mi történt velem, de már nem félek a rómaiaktól. Már nem akarok adóceni. Bármit is csaltam egész életembe, olyan bátor lett, azt mondta, egy csaló vagyok, egy tolvaj vagyok, és nem volt vele problémá. Mindent visszaadok, duplán, kétszeresen is. Ez az, amikor leülsz az úrral vacsorázni. Elmondhatok nektek valamit? Most vacsorázunk az úrral. Ez, ami most történik ez vacsoratáim. Ezért ezt nem mulasszátok el. Amikor ezek a tanítások vannak, nem ulasszátok el, mert ez a vacsoratáim, te lehet ülsz itt, azt hiszed, hogy hallgatsz egy tanítást az anyagi áldásról, vagy a szellemi áldásról, de közben a király elkezd, átnéz rajtad, miközben hallgatsz engem, a Szent Szelem, átnéz rajtad, vizsgál téged, és angyalok mennek ki, és intézkednek az életeddel kapcsolatosan, mert megvan írva, hogy kibocsátotta az ő beszédét, és meggyógyította őket. Miközben az Úr beszél, ez a beszéd élő és ható, nincsen megírva. Elmegy, elmegy helyekre, elmegy még a belső szerveidhez is. De azt is írja a Biblia, hogy kiküldés nem megy vissza üresen, hanem megcselekszi, amiért lett küldve. Te azt gondolod, hogy csak ülsz itt, de az Isten téged egy vacsorára hívott, és ez a vacsora Elrendezi az életedet. Ezzel a hittel hallgassd a tanítást. Az Úr engem emlékeztetett arra, hogy vigyelmeztessem a hallgatókat arra, itt Londonba is titeket is, hogy miközben megy a tanítás, gyógyulások, szabadulások történnek. A Catherine Kulmannak volt egy nagyon erős kenete, nem akart mindenkire kézrátétellel imádkozni, mert az emberek sokszor azt hitték, hogy az övé az erő, hanem azt mondta, ne, 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 maradj a helyden. hallgass csak az Urat, legyél az Isten jelenlétébe, és akkor csak az övé lesz a dicsőség, hogy megszabadultál, meggyógyultál. Ez egy vacsora idő, amikor Isten téged meggyógyít. Na most ezt mulasztották el a meghívottak. Miért? Azért, mert azt mondja, hogy ments ki minket! Mert el kell, el kell mennem a szántóföldre, el kell mennem. Van egy olyan fajta, vannak olyan dolgok az életünkbe, amik áldások voltak valamikor, amit jó dolgoknak nevezünk, de mégis rabságba esünk tőlük. Van az a pénz, ami, ami áldás tud lenni, de mégis rabságba tud ejteni. Vannak azok a dolgok, amik, amiket, amiket, áldásnak nevezünk, de ha nem tudunk vele bánni, akkor rabságba esünk tőle. Mondok nektek egy példát, egy szellemi példát is, hogy ne csak anyagi dolgokról beszéljünk. Anna Mendez, én nagyon szerettem az ő kezdeti élettörténetét, egy ideig követtem őt, egy ideje most már nem követem. A kezdetekben az történt, hogy 10 éves volt amikor megjelent neki Jézus Krisztus nyílt látomásba. Nem, soha nem olvasott Bibliát, nem volt keresztény. Jézus szemtől szemben megjelent egy tizenéves kislánynak, és beszélgetett vele, és elmondta, mit fog tenni a jövőben, és elmondta, hogy mi fog vele történni. Tizenéves volt ekkor. Tizenéves korától, ezután a jelenés után soha többet nem tapasztalta ezt, és aztán eljött olyan 20-22 körüli életév, nem vagyok pontos az életévekbe, de Elkezdett odafordulni az okkultizmus felé. Mert azt mondta, hogy annyira hiányzik nekem az a Jézus, az a tapasztalat, amit akkor éltem át, hogy én nekem mindenáron kell, mindenhol keresem. És aztán boszorkány lett, boszorkányságból pszichés problémája lett, pszichológiai beteg lett, és be, zárt osztályon kötött ki. Aztán az úr kimentette onnan. És kereszténynek nagyon erős szolgálat lett az Úrnak. De most miért mondtam el nektek ezt? Azért mondom el nektek ezt, mert sokszor az, amikor egy nagyon nagymértékű áldás jön az emberre, sokszor nem tudja kezelni, és amiért nem tudja kezelni, mi is talán a jó szó, talán az, ami mendezzel történt, hogy elment az ellenkező irányba, és boszorkány lett. Egy megtörtént példa. Tehát tudnod kell, hogy birtokold az áldásokat, és ne birtokoljanak azok téged. Lukás 16.13 a következőt mondja. Tehát Jézus itt a Lukács evangélium 14, 15, 16 körül végig egy, egy e, ezekről próbált tanítani, és túlmutat a tanítása egy részen, összefügg nagyon. A Lukás 16-ban a következőt mondja. A szolga, ugyanis miről beszélünk? Ez az ember, aki vacsorára hívta a hivatalosokat, ez jó módú volt fölötte állt azoknak, akiket meghívott. A 16-os részben mit mond Jézus? Hogy a szolga nem, nem, nem szolgálhat két úrnak. Visszautal Jézus a, a vacsorai meghívásra. És azt mondja, azok az emberek tulajdonképpen szolgák voltak, jólétben lévő szolgák, áldott emberek voltak, de mégse tudtak eljönni. És Jézus választott, hogy miért nem tudtak eljönni, azért, mert nem szolgálhattuk két úrnak, mondja Jézus. Tudjátok sokszor a Károlinak ezek a tagolásai, hogy 12-es rész, 13-as rész próbálják leblokkolni az agyunkat is, és nem látjuk, hogy Jézus még mindig arról beszél, amit elkezdett mondani a 14-es részbe. Tehát Jézus visszautal arra, hogy figyeljetek a vacsorát megtagadó emberek hivatalosakkal a következő történt. Két úrnak akartak szolgálni. Mi volt ez a két úr? A, a, a mamon és az Isten. Mi a mamon a Bibliában? A pénz, a jólét, a gazdagság, az áldás. Mert a pénz, ha jól kezeled, áldás. Mert Isten megállt téged. Miért áld meg? Azért, hogy a hogy, hogy, hogy jólétbe legyél, hogy tudjál, tudjál befektetni a királyságba, tudjál, tud ellátni a gyermekeidet, a családodat. Ez egy áldás. És azt mondja Jézus itt, 16-13, Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik egy gyűlölés, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. És Jézus, is, Jézus itt azt próbálja mondani, hogy akár mennyire is akarsz két úrnak szolgálni, nem fog menni. Ezért nincs ma az embereknek két feleségük. Mert nem, mert nem nem, tudsz, nincs két életed, nem tudod az egyik életedet az A feleségednek, a másik életedet meg a B feleségednek adni, mert azt mondja, a, a, a ha egészséges pszichéje van a párodnak, akkor azt mondja, ne haragudj, én nem osztozni akarok rajtad, vagy velem vagy, vagy vele vagy. Nem osztozunk embereken ebben az értelemben. Na most Isten is azt mondja, hogy ne haragudj, én sem tudok osztozni rajtad. Mi több, az, aki te vagy, nem tud kétfelé szakadni. Nem fogod tudni szolgálni a mamont és az Isten. Vagy ezt választod, vagy azt. És ez az, amit a 14-es rész bebizonyít. Mert a szolgák el akartak menni a vacsorára, mert azt mondja, mencs ki engem, az azt jelenti, hogy felismerték, hogy ez egy probléma. Nem mondod azt, hogy mencs ki engem, ha nem látod, hogy baj. Ha nem akarsz elmenni, akkor azt mondod, azt üzened vissza az úrnak, hogy, hogy nekem is van kajám, én tök jó meg vagyok, nem megyek. De ők azt mondták, mencs ki engem, tehát ez nekik probléma volt. Érted, hogy azok, akiket meghívott az úr a vacsorára nekik ez... Ők, ők azt érték meg, hogy ez egy probléma, hogy én nem tudok elmenni, nekem ez baj. Ments ki engem, kérlek, mert bajba vagyok. Mi a bajod? El akarok menni, de nem tudok. Ez az, amit Jézus mond. Miért nem tudott elmenni? Mert meg akarták, szolgálni akartak kétfelé. Nem tudsz kétfelé szolgálni. A szellemi áttörésednek a titka, és nagyon rövid áll itt a Földön az élet. Nagyon hamar elmegy. Évek, tíz évek, húsz évek úgy elmennek. Nincs időnk szórakozni. Át kell törnünk szellemileg. A szellemi áttörésednek a titka, hogy nem szolgálhatunk két urat, még ha az az úr jó képű is, még ha az az úr úgy néz ki, mint öt iga ökör, mintha áldás lenne, még ha az az úr úgy néz ki, mint, mint, mint a sok nulla a bankszámládon, és annyi sok jó mindent meg tudsz belőle venni. Mert vagy az egyiket gyűlölöd, vagy a másikat szereted. Na most, mi az, amit Jézus mond? Arra próbál utalni, hogy tudnod kell elvenni Isten áldásait, és szabadnak maradni. Jézus azt mondja a Lukás 12.29. Megint csak 12, 10, ezek a részek végig. Ti se kérdezzétek, mit együnk, vagy mit ígyünk, és ne kételkedjetek. Mert mit ezeket a pogányok kérdezik, tudja az atya, hogy szükségetek van ezekre, hanem keresétek Isten országát, ezek mind megadatnak nektek, mert te vagy az a kicsinyáj, aki az atya úgy döntött, hogy neked adja az országot, ezért add el mindenedet, adjál alamizsnát a szegényeknek, és kövess engem. Jézus itt egy, 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 egy szellemi törvénysort állít fel. Mi ez a törvénysort? Először is azt mondja, hogy ne kérj az atyától, mert ő tudja, mire van szükséged. Ide vissza fogunk térni, mert csak ez a vers egy nagyon régi profétikus a tanításnak a, a betöltése gyakorlatilag. Az, amikor Jézus ezt mondta, a 12, 29 és 30-at visszautal egy ősrégi proféciára, amit még Mózes kapott, és ennek alapján merte ezt Jézus mondani, ezt fogjuk ma majd megnézni, ha lesz rá idő. A második dolog, amit mond, Keresd az Isten országát, és meg lesz neked. Mm. És a harmadik dolog, amit mond, hogy adjál alamizsnát. Mind a három pont rendkívül fontos, és ha lesz időnk, bebizonyítom nektek mind a hármat. Első pont az az, hogy ne kérj, mert Isten tudja, mire van szükséged. Ezt majd Mózesnél vizsgáljuk meg. Második pont, keresd előbb Isten országát, és mindez meg lesz neked. Harmadik pont, szükséged lesz magra. Mert azt mondja itt Jézus, hogy adjatok, adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát, szerezetek kincseket magatoknak a mennyben. Tehát Jézus egyetlen egy dolgot kér tőlünk, minden, minden bármilyen áldást akar Isten adni, és elkezdeni minden egy mag, mindenhez kell mag. Miért? Mert akkor, amikor Isten teremtette a földet, és azt mondta, legyenek maghozó növények, maghozó fák, Isten magba gondolkodik, mert a magba van az élet. Ezt így bebizonyítom majd nektek. Már Máté 1625, mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, értem, megtalálja. Itt az élet szó arról a pszichéről beszél, ami a te akaratod és érzelmi világot. Ar arról beszél itt Jézus, hogy meg kell tanulnod elengedni, elveszteni azt, amit van. Mert ha nem tudod elengedni és elveszíteni ő érte azt, amit van, előbb-utóbb ő fog birtokolni téged. Vagy te birtoklod őt, vagy ő birtokol téged. Uh, mi volt ez, mi, mi, az, amiről beszéltünk? Szántóföld, ökör, feleségek. Elkezdték ezek a dolgok birtokolni a hivatalosokat, nem pedig fordítva. Nézzétek meg Elizeusnál, egy királyok 19, 19 következő történik, Illés proféta találkozik Elizeussal. 19-es azt írja, és Illés elment onnan, megtalálta Elizeust, és látja, hogy Elizeus szánt 12 járom ökörrel, és ő maga a 12. volt, és Illés hozzáment, és rátetje az ő palástját. És akkor, amikor ráteszi a palástját, a következő teszi Elizeus. Elhagyta az ökröket, Illés után futott, és azt mondta, kérlek, hadd meg atyámat és anyámat, és azután követlek. Azt mondja Illés, menj el, tér vissza, mi az, amit tettem veled. És elmenvén őtőle vett egy pár ökröt, levágta, az ekéből való szerszámokból tüzet rakott, húst főzött belőlük, ételt, és odatta a népnek, hogy egyenek, és utána pedig elment és szolgálta Illést. Mi történt ebben a részben? Elizeus, amikor Illéssel találkozik, szánta szántóföldön. És nemcsak, hogy szánt, azt írja a Biblia, 12 járom ökörrel szántott, és ő maga a 12-kel volt. Tudjátok, mi történt Elizeussal? Elizeus hasonlóvá vált az ökreihez. Mert azt írja a Biblia, hogy ott szántott az ökreivel, beállt, és ő maga volt a 12. -dikkel. Észrevette Elizeus, hogy az élete átfordult valamire, ami, ami nem ő. Észrevette Elizeus, hogy ő többre van elhívva. Észrevette Elizeus, hogy ő egy nagyon jó fiú, egy nagyon jó munkás ember, de az, ahol ő dolgozik, azzá vált, olyanná vált, mint a munkahelye, olyanná vált, mint a 12. ökör, és az ökör együtt húzta és tolta az ekét. Nem is tudom, hogy húzni kell, vagy tolni, nem vagyok jó mezőgazdasági ember. De ott dolgozott, és azt mondja, ő maga pedig a 12. ökörrel volt. És akkor, amikor találkozott illéssel, hirtelen megvilágosodott neki, hogy Uram Isten, mit csinálok én? Én nem csak arra vagyok elhívva, hogy úgy, mint egy ökör, mert ő maga a 12. ökörrel volt, toljam és, és a földet, ez jó dolog, és, és áldom a szüleimet, és, és ez egy időszaka az életemnek, de többre vagyok elhívva. És, és amikor rátette a proféta a palástját, hirtelen leesett neki, és elfutott, kifutott az ökrök közül, ott maradtak az ökrök, elfutott utána, és azt mondta, engedd meg, hogy, hogy megcsókoljam a szüleimet, és kövesselek téged, illés ránéz, én nem mondtam neked semmit. Te nem mondtál semmit, de a palást, amit rám tettél, valami olyan, valami olyan szabadságot éreztem. Azt éreztem, hogy többre vagyok elhívva az életbe, és azt éreztem, hogy végre először azt éreztem az életbe, hogy több van bennem hogy nem csak arra vagyok jó, hogy, hogy az ökrökkel beszélgessek egész nap, és, és szántsam a földet, hanem több van bennem. És Szent Szelem azt próbálja neked mondani, hogy tudom jól, hogy azt gondoltad, hogy ökrökkel fog szántani, és lehet, hogy sikeres is vagy benne, mert Elizeus 12 járom ökörrel volt, ami azt jelenti, hogy gazdag volt, nem öt járom ökör, amit látunk, hogy ugye a Jézus mondott, 12, ami nagyon nagy gazdagság utal, jó létre utal, lehet, hogy jól csinálod, lehet, hogy nem, csak tudod a földet, eszed a port, de Isten azt akar neked ma mondani, hogy többre vagy elhívva. Az a palást, amit most rád helyez az Úr, fel akarja nyitni a szemedet arra, hogy rajtad Istennek a jelenléte van, és lehetőség van benned a királyság számára. Isten egy profétát, Isten egy olyan embert lát benned, akit ki tud küldeni, és hirtelen a szántóvető emberből egy proféta lesz. Ez az a reformáció, amire Isten téged kiválasztott csak annyira sokat voltál az ökreiddel a szántóföldön, hogy te magad is a 12. ökörrel voltál, hogy szinte már megszoktad az illatukat, szinte megszoktál beszélgetni hozzájuk, hogy gyerünk, menjél jobban, nem is tudom, milyen nevük az ökröknek, menjél jobban, ezt még megcsináljuk, minden, amit láttál, csak az a szántóföld, az a kis dolog, de az úrba azt mondja neked, hogy fele is el, és Elizeussal csak, hogy bebizonyítsam nektek, hogy miről beszélek, Elizeus azt mondja, elkezdett futni. Senki nem kergette. Akkor miért futott? Mert azt érezte, hogy valami más történik vele most. Valahogy remeg a szelleme. Érezte, hogy találkozik a céljával, találkozik az élete értelmével. Ilyen leszek én is. Ez leszek én. Ezt fogom csinálni. Utána fut is illés ránéz. Ne felejtsétek el, illés előtte meg akarja ölni magát. Tehát ő még recover, ő még, ő még hogy is mondjam, csak helyre kell jönnie teljesen, hiszen azt mondja neki az hogy, hogy mennyi lesz egy profita, akit föl tudsz kenni, te pedig. E, tehát tudjuk, hogy illés sincsen nagyon teljesen jól még, és ránéz Elizabeth, és azt mondja, mit csináltam neked, mi történt, miért szaladsz? És anélkül, hogy választ adna, e, e, illésnek a következőt csinálja, visszamegy, és felgyújtja hmm. az ekevasat. Leül az ökrökből. És azt mondja, hogy ezek, ez pedig alamizsna lesz a szegényeknek. Az ökör pedig, akivel olyan jó el voltam, észrevettem, hogy elkezdett engem birtokolni, és elhitette velem is, hogy én is egy ökör vagyok. Ha. És egyébként már egész jó éreztem magam a 12. ökör mellett. Mert a sátán barátaim el akarja hitetni velünk, hogy mi a teremtett hierarchiában ott vagyunk az állatok között, de te nem egy állat vagy, te nem egy teremtvény vagy, te a magasságos Istennek a képmása vagy. Te nem akárki vagy, te nem egy teremtett ökör vagy. Egy, tudjátok, Darwin jött és azt mondta, ti meg majmokból lettetek. Elizeus meg azt érezte, hogy én meg egy ökörrel megyek együtt, de azt mondta Elizeus vége. Nem kell nekem kijelentés, de mintha hallotta volna a meghívást a vacsorára Elizeus, azt hallotta volna, hogy megtagadják majd, amikor Jézus mondja az ökrök miatt, hogy elmenjenek a vacsorára, azt mondta Elizeus, én nem tagadok meg semmit, most megölöm őket és megesztük őket. Az nekem azon meg tüzet rakunk. Miért? Mert rájött Elizeus, hogy nem én foglak szolgálni titeket, ti fogjátok szolgálni a királyságot. És azt mondja Jézus, hogy a királyságnak van egy feltétele. Neked adom az országot, de mit csinálj? Add el mindenedet. Mert kell neked egy szíd, ami majd elkezd növekedni, egy mag, ami majd elkezd növekedni, mert Isten mindig a magot áldja meg. És Elizeus mit csinál, anélkül, hogy tudta volna Jézusnak a követelményét, hogy add el mindenedet, adjál, és csinálj vacsorát a szegényeknek, és áld meg a szegényeket. Elizeus automatikusan csinál egy vacsorát a szegényeknek az ökrökből, a vagyonából, és meghívja őket, és miután meghívta őket, utána elkezdi a prófétát. Tudod, miért kellett ezt megtenni Elizeusnak? Ez volt az a mag, amit Elizeus erőltetett a királyságban, amit később Isten elkezdett öntözni és növeszteni. Mag nélkül nincs, hogy is mondjam nektek, láttatok már nagy esőt? Olyan földön, ami nincs bevetve? Azt nevezzük pocsolyának. Azt nevezzük sárnak. De láttatok már egy igazi nyári esőt olyan földön, ami be van vetve? Azt nevezzük áldásnak, mert az az eső meg fogja öntözni a földet, és abból ki fog nőni valami. De akkor, amikor nincs semmi a földbe, akkor hiába jön az eső, nem nő ki semmi. Miről beszélek? Egy szellemi titokról. Kell, hogy tegyél magot a földbe ahhoz, hogy kinőjön. Isten akarja, hogy tegyél egy magot ahhoz, hogy, hogy minden műk, mag nincs működés. Jézusra is igaz. Miért mondom ezt? Tudod, mi, mi, volt a legelső mag, amit Istennek adtál? Amit Jézus Krisztusnak adtál? Amikor azt mondta, hogy megkérdezték, el akarod fogadni Jézust? Az első magod, amit adtál, amit Istenek, amivel Isten elkezdett dolgozni, az igened volt. Akkor, amikor azt mondtad, hogy igen, el akarom fogadni, az az a mag, ami, és, és mi, mi a lényege a magnak? A magot a fizikai világból ültetjük bele a szellemvilágba. Mindig a Földről ültetsz a, a mennybe. Mert mit mond Jézus, adjál alamizsát a szegénynek hol? Nem a mennybe a Földön. Csinálj, mond mondd ki Jézusnak, hogy el akarod fogadni, megváltozni. Igen, el akarom. Hol mondod? A Földön, amíg életbe vagy. Ez a mag, a magot a, magot a fizikai földről, a fizikai testedből, tested által ö, ö, adod, és ho, hol fog végződni a szellemvilágba, Mert Isten fiával válsz, szellemileg vacsorálsz Jézussal, alamizsnád lesz a mennyben. Tehát ez az a mag, amit el kell tudnod vetni, amit kell, és aki, aki, akinek sok van sok ilyen magja van, sok ilyen mennyei befektetése, a, a, az, az, nagyot növekszik, amelyben még jobban meg lesz áldva. Na akkor, amikor Elizeus elvetette ezt a magot, és elkezdte követni a prófétát, elkezdett növekedni ez a mag. Tehát ő volt Elizeus. És ne felejtsétek el, pontosan erre hívott eltiteket az Úr. Na most, mi magyarok, vagy azok, akik azok akik ismerik a, a történelmet, mi tudunk két dolgot nagyon megtanultunk. Az első dolog a kommunizmus. A kommunizmus volt az az időszak, amikor nagyon erős szabályok vettek minket körül, nagyon ö, ö, nagyon korlátozottak voltunk, viszont nagyon sok, például apukám emlékszem, mindig azt mondta, hogy a kommunizmusba volt egyfajta általános jólét, így nevezte ő. Ami azt jelentette, hogy nem voltak nagyon gazdagok és nagyon szegények, volt egy átlagos, erős középrétek. Ugye ez volt a kommunizmus. Na most a kommunizmus után jött a kapitalizmus. A kapitalizmusnak a lényege ugye az volt, hogy mindenki szabad vállalkozó lehet, nincsenek szabályok, ezért, hogyha te nagyon ügyes vagy, és tanult, vagy ötletes, akkor lehetsz milliómos, vagy lehetsz annyira szegény, hogy, hogy kéregetővé válsz, hiszen a kommunizmusba munkakerülést büntették, a kapitalizmusba munkanélküli segét adtak. Tehát ott nem volt ez büntetve, ugye? Hanem, hanem eldönthet lehetett szabadságod arra, hogy koldus leszek, és, és nem akarok dolgozni. Tehát nagyon nagy lett a társadalmi különbözőség. Azért beszélek erről, mert a Mózes könyvében találunk egy hasonló uh, uh, koncepciót. Következő helyre gyertek velem, uh, 5. Mózes 11-es rész és a 8-as vers. Következőt mondja: Tartsátok meg azért mind a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok nektek, hogy megerősödjetek, hogy bemenjetek és bírjátok a földet, amelyre átmentek bemenjetek és bírjátok a Földet, amelyre átmentek, és még egyszer, hogy bírjátok azt. Tehát a következőt mondja 5.11.8. 8. Uh, első feladat, tartsátok meg azért, mint a parancsolatokat. Második, hogy megerősödj. Harmadik, hogy bemenj és bírd a Földet. Tehát három dolgot mond itt az Isten Mózesnek. Az első dolog azt, az azt mondja, hogy tartsd meg, amiket parancsolok. Nem tudod azt megtartani, amit nem ismersz. Tehát, ha meg akarod tartani Mózes, amit Isten neked parancsol, akkor először is meg kell ismerned, mi az, amit parancsol. Másodszor tanulmányoznod kell, hogy az életed folyása során, be tud, alkalmazni tud azokat, amiket, amiket hallottál. Tehát az első, hogy tarts meg, amiket parancsol. A második az az, hogyha megtartod, akkor azt mondja a Biblia, megerősödsz. Ha megerősödsz, akkor fog veled valami történni. Betudsz menni arra a földre, amit mondok neked, és bírni fogod. Tehát azt mondja itt az Úr Mózesnek, hogy ez az, ahogy a kapacitásod dövekedni tud, és ez lesz az az út, ahogy el fogod tudni bírni a Kánaán földjének az áldásait. Különben, ha bemész enélkül, a Kánaán földjének az áldásai túl sok lesz neked, és nem fogod tudni elbírni. Mert itt mond a Bibliait, hogy, hogy bírjad azt a földet. Tehát azt mondja, hogy tudnod kell bírni a Földet. Tehát, és figyeljetek nagyon, mert ez a mi problémánk. Jézus Krisztusban rengeteg áldást kaptunk. Az Isten fiában egy olyan áldás csomagot kapunk, amit soha az Ószövetségben előtte nem láttak. Miért nem tudjuk birtokolni? Azért nem tudjuk birtokolni, mert nem ismerjük a parancsolatokat, nem tartjuk meg őket, ezért nem erősödünk meg, ezért, amiért nem erősödünk meg, nem bírjuk a Földet, nem bírjuk az ígéreteket magunk kévá tenni. Nem tudjuk birtokolni, de majd be fogom nektek bizonyítani. Na most ez volt a 11.8. Úgy kezdődik, hogy tartsd meg a parancsolatot, hogy erősödj meg, hogy tud birtokolni a Földet, mert mi van azzal a Földdel? Miért kell arra fölkészülni? Mi az, amit Isten ma neked mondani akar? Miért kell megerősödnöd? Miért kell, hogy a kapacitásod növekedjen? Mi az, amit Isten üzenni akar neked ma? Nem véletlen. Én nem azért beszélek, mert olvastam ezt a részt, és el akarom nektek mondani. Azért mondom ezt, mert az, tudom, hogy az Úr mondta, hogy mondjam el. Órákat imádkoztam, hogy, azt, hogy megértsem, hogy mi az, amit az Úr nektek ma mondani akar. Nem csak véletlenül történik az, hogy pont erről beszélek imádkoztam reggeltől estig, estétől reggelig, Uram, mit akarsz mondani ma ezeknek az embereknek? Mi az, amit üzenni akarsz nekik és nekem a következő? Tehát 11.8. Tartsd meg a parancsolatot, hogy megerősödj, hogy tud bírni, amit neked akarok adni. A jó hírem az, hogy olyan dolgokat akar neked Isten adni, amihez erő kell olyan áldások vannak előttünk, testférnők, testférek, amikhez rendesen kapacitás kell, föl kell készülnünk, hogy egyáltalán elbírjuk. Az a hatalmas áldás, az a hatalmas gazdagság, az a hatalmas kincs, ami a mennybe van, Isten ránk akarja árasztani itt a földön, hogy itt a Földön tudjuk birtokolni és megmutatni, hogy milyen király szolgálunk. Ránk akarja árasztani, de ezt el kell tudnunk bírni. Na most, hogyan működik ez és miért beszélek erről? 5 mózes 11.10. Mert a Föld, amelyre bemegy, hogy bírjad azt, tehát mi, 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 mi kell ahhoz, hogy bemenj a földre? Bírnod kell. Mi az, amit Isten akar most nekünk növelni? A kapacitásunk, hogy elbírjuk. Hogy tudjuk növelni a kapacitásunkat? Miért fogjuk elbírni? 11.8. Megtartod a parancsolatot, megismered, megtartod, megerősödsz és bírni fogod. Tehát a föld, ahova be akarlak téged küldeni, hogy bírjad azt, és itt álljunk meg, mert most megmondom, hogy Isten nem vízbe olyan embert arra a földre, aki nem tudja bírni. Ismertek olyan keresztényeket, akik azt mondják, hogy hát én, én már tök régóta vagyok keresztény, akár magamat is mondhatnám, csak hogy nem utogassatok másra, hadd mutogassak magamra. Én már tök régóta vagyok keresztény, olvasom a Bibliába az áldásokat, és valahogy én azt tapasztalom, hogy velem nem történik. Mi, mi a bajod Péter? Nem bírod. Nem birtoklod. Miért nem birtoklod? Azt mondja itt az Ige, hogy mert az a Föld, amire bemegy, hogy bírjad azt, hogy tud birtokba venni. Mert amíg az örökös kiskorú nem különb a szolgánál. Ám bár ura mindennek. Azt mondja Pál, hogy amíg kiskorú vagy, amíg nem bírod, amíg nem nősz fel, addig minden a tiéd, de nem tudod használni. 12 éves lehettem, amikor bezártam a szüleimet a házba, megfogtam az autókulcsot, egy zsiguling volt, zsiguli, az, abban az időben egy jó autó volt, bezártam a szüleimet a házba, kinyitottam a garást, és Épp, hogy ki tudtam látni az a, a, az autóból, beindítottam az autót, apukám tanított vezetni néha, és elloptam az autót, és uh, elmentem a faluba körözni, majdnem elütöttem el a, a néniket, akik a tejcsarnokban mentek, hála Istennek, hogy nem ütöttem el őket, uh, és miután kiautóztam magam őket, ugye bezártam, egy ilyen fél óra lehetett, visszajöttem a, a kapuba, és be akartam állni a garázsba, és összetörtem az autót, mert neki mentem a garázsnak. De most mi történt velem? Az autó az enyém is volt, mert a családnak a tagja voltam, de mivel kiskorú voltam, nem volt jogom vezetni. Ezért kicseleztem a jogrendszert, és azt mondtam, bezárom a szüleimet, és elmegyek, és vezetem az autót. De ez, ez nem volt helyén való. Később aztán, amikor lett jogosítványom, nem kellett bezárnom a szüleimet, hanem azt mondtam, figyelj, apu, elmegyek ide vagy oda, beültem az autóba és elmentem. Pontosan így van a királyságban is. Nagyon sok áldás hozzá tartozik de addig, amíg nem szerzed meg, nem szerzed meg az érettséget, amíg nem ész fel hozzá, addig nem tudod használni, mert lehet, hogy tönkretennéd vele magadat. Ahogy én is a végén jót autóztam, majdnem elütöttem valakit, és összetörtem az autót, ahogy beálltam a garázsba, és talán elszöktem otthonról. És mai napig nem tudom a szüleim, hogy jöttek ki a házból. Akkor, testvérek, akkor nem voltál mobiltelefon, Nekünk még vezetékes telefonunk sem volt. Én bezártam őket, összetörtem az autót, és elmenekültem otthonról, és hazamentem valamikor késő este sötétbe. És arra mentem haza, hogy a szüleim angódnak, hogy mi történt velem, és hol vagyok, meg sem vertek. De nem volt mobiltelefon, hogy gyere, gyere szomszédom, Margit, gyere, mert a Péter bezárta az ajtót, és nem tudom, hogy jöttek ki, de kijöttek. Hát... Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy a szellemvilág pontosan ilyen. Rengeteg áldás van, és azt mondja itt Isten Mózesnek, Mózes, be akarlak téged vinni egy olyan földre, amilyet még nem láttál. De az első feltételem az, meg kell tanulnod birtokolni, bírni. És azt, hogy hogyan tudod bírni azt a 11-es, 12-es versben, mondja neki azt a, azt a 9-es versben, 8-as versben elmondja. Hallgassd a parancsolatot, tartsd meg, és ha megtartod, nem csak birtokolni fogod, hosszú életed is lesz azon a földön. Miért? Mert az a föld azt mondja, amire beviszlek, hogy bírjad azt nem olyan, mint az egyiptomnak földje nagyon izgalmas rész, nem olyan, mint az Egyiptomnak földje. Nem olyan, mint amikor Elizeus szántott az ökrökkel, és ő maga a 12. lett. Nem olyan. Azt mondja, az a föld, a ahova beviszlek, nem olyan, mint az Egyiptomnak földje, ahonnan kijöttél, amelyben elvetetted vala a te magodat, és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet. Nem. hanem az a föld, amelyre, a, amelyre átmentek, hogy bírjad azt, uh -huh. hegyes, völgyes föld az égnek esejéből iszik vizet. Olyan föld az, amelyre az Úr a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függnek az Úrnak a szemei, és esztendőtől esztendeig végig Isten szemei őrzik azt a földet. Lészen azért, Hogyha valóban engedelmeskedsz az én parancsolatomnak, amelyet én ma mondok neked, és szolgálni fogsz engem teljes szívedből, esőt adok a földre alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a gabonát, és betakaríthasd a, 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 a bort és az olajat. Na most mi az, amit itt felolvastam? A következőt olvastam fel, hadd menjünk gyorsan végig rajta. Először is azt mondja, hogy amíg az Egyiptom földjén voltál, akkor egy olyan föld volt körülötted, ami, amit te magad döntöztél, és itt azt írja az írás, hogy amit amit elvetettél, és a lábaddal kellett megöntözned. Utána néztem, mit akar itt mondani az ige. Egy olyan fajta öntöző rendszer volt az Egyiptomban a rabszolgaság idején, amit, az embereknek kellett működtetni, a nílusnak az áradása révén tudott működni, ezért egyiptomnak a földje rendkívül gazdag volt, mert a nílusnak az áradásai rendkívül megáldották azt a földet. Tehát a nílustól függött, és attól függött, hogy az emberek hogy dolgoztak rajta, hogy mennyire volt megöntözve a föld. Na most azt mondja itt a Biblia, hogy az a föld, ahova én beviszlek, ott a következő fog történni: nem lesz nílus. Nem te fogod öntözni, hanem az Úr a Te Istenet fogja öntözni, mert hegyes és völgyes vidék az, és azt mondja, az eső fogja öntözni. Nem te, hanem az eső. Na most, ha hallgatsz rám, akkor adok esőt, és az eső korai és késői eső fogja öntözni és áldani a földet, és így fogsz te tudni ö, ö, aratni, gabonát és búzát és olajat de ha nem hallgatsz rám, bezárom az eget, nem lesz esőd, és amiért nem lesz esőd, szegénység lesz rajtad. Na ez az, amit mondtam nektek. Kommunizmus és kapitalizmus. Van egy olyan fogalom, hogy monarchikus kom kapitalizmus, vagy a királyi kapitalizmus, mert Isten egy király, és ő királyságba gondolkozik. A következőt mondta a zsidóknak. Zsidó barátaim, kommunizmusba éltetek, rabszolgaságba. Volt egy létbiztonságotok, rabszolgák voltatok, volt egy létbiztonságotok, ezt is ezt megcsináltátok, megkaptátok, öntöztétek a földet, és ezért volt ételetek, ezért sírnak a zsidók, a, 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 emlékeztek az uborkák után, meg az öltségek után, sírnak a pusztába hogy hol vannak a hagymák, a poréhagyma, meg az uborka, meg, meg a zöldség, mert ott nagyon jó lét volt. Tehát azt mondja nekik, Isten zsidók, ö, ö, szeretett gyermekeim, ebből jöttetek ki, de ennek vége most, hogy ha be akarsz menni arra a földre, amit én akarok neked adni, kapitalizmus, lehetőség, szabadság lesz ott, viszont vannak feltételek tartsd meg a parancsolatot, ismerd meg, tartsd meg, megerősödsz és tudni fogod birtokolni. Mert ha bemész arra a földre, anélkül, hogy ismernéd a parancsolatokat, elkezdesz ott idétlenül viselkedni, az eső nem fog esni az égből, nem fogsz tudni aratni, és nem lesz mit enned éhen De ha hallgatsz a parancsolataimra, és megtartod őket, megerősödsz, bírni fogod a földet, és egy szövetség alakul ki te közötted a földről, és én közöttem a mennyből. Ezért mondja Jézus, hogy amint a mennyben, úgy a földön is. Mert a kereszténységnek a lényege, barátaim, hogy a szövetség az összhang a menny és a föld között megszülessen. Akkor, amikor rabszolgák voltunk, akkor nem kellett ez az összhang ilyen, ilyen hangsúlyozott legyen, mert miért? Mert elmentél, és a Nírus megöntözte a földedet. De most, hogy megtanulod meggyűlölni azt, amit van, megtanulod elvetni magadtól, miért? Mert Isten nagyobb gazdagságot akar neked adni. Figyelj csak, azt mondja Isten az egyiptomról, nagyon sok mindent kell még mondanom, remélem tudtok figyelni, de nagyon mély dolgok. Remélem, hogy megértitek, ha nem, majd hallgassátok vissza két-három-négy részbe. Tehát a következőt mondja az Úr nektek egyiptom kertje, és az ígéret földje. Kert. Föld. A kert az ekkora. A föld pedig akkora, hogy meg se tudod mutatni. Isten azt mondta Izraelnek, Izrael, te Egyiptom kertjébe voltál, én pedig. Ah, be akarnak vinni egy földre. Nem, Elizeus megértette, hogy én kertész voltam, jártam az ökrökkel. De amikor fe, rájött arra, hogy mi az ő elhívása, eldobja a kerti szerszámokat, és birtokba veszi a földet. <laughs> És, 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 a, és ez a birtoklása addig elmegy, hogy eltelt x ezer év, és mai napig Elizeusról beszélünk, a sáfát fiáról. Tudjátok ki az apám? Tudnátok mondani, hogy én mondom, Elizeus a sáfát fia? Tudnátok mondani, hogy Péter kinek a fia? Attila, meg tudod mondani? Nem tudod. Miért nem tudod? Mert nem csináltam semmi jelentőset még. És én beszélek egy embernek, emberről, akinek még az apját is tudom, akit nem is láttam, és több ezer éve élt. Miért? Meg kijött a kertből a földre. Isten ki akar vezetni minket a kertből a földre. Isten úgy meg akar téged áldani, hogy húsz generációval később is azt fogják mondani, a Péter az Imbrének a fia, Tudnak rólad mindent, könyveket írunk szentekről ma. És mit Wingersfordról? Könyveket olvasunk. Tehát azt mondta Isten Izraelnek, hogy kihozlak a kertből, ahol te öntöztél, de készülj föl, mert ha a föld, beviszlek, rendkívüli módon meg fog téged áldani, viszont ha ott nem tudod, hogy hogy működj, akkor éhe ezért azt mondja, mielőtt bemész, hadd készítselek fel. És azt mondja, az ígérethez hozzátartozik, nem csak téged áldalak meg, azt mondja ezen a földön, még a barmaidnak is füvet adnak. Tehát minden, ami hozzá tartozik, még azok is meg lesznek áldva. Attól függetlenül, hogy, hogy semmi, semmit nem tettek. Még az is, ami hozzá tartozik, amire rámutatsz, még az is áldott lesz. Ezért volt az, hogy Jézus áldottá vált, rámutatott egy emberre, akibe ördög volt, az ördög kiment, és az ember áldott lett. Mert ez az, amikor birtoklod az áldást, mikor, mikor, be, mikor az ígéret földjén jársz szellemileg. Minden a tiéd, és amire rámutatsz, és azt mondod, Uram, azt... Uram, az, azok is áldottak lesznek. Így ezért gyógyulnak meg az emberek. Ezért szabadulnak meg, mert rámutasz, és azt mondod, hogy Uram, ő nem csinálja még azt, amit én, ő még nem birtokolja. Azt mondja, hogy a barmod is áldott lesz. Te adok füvet a barmodnak. Tehát még őt is ellátja az Úr, aki nem teszi azt, de miattad. És a következőt mondja, vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék. És ne kezdjétek el tisztelni azokat az isteneket, akik azon a földön voltak tisztelve előttetek. Mert ha megteszitek, fengere rátok az Úr haragja, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen. Tehát a következőt ajánlja neked fel Isten. Nem tudom, figyelede, hogy hova visz a Szent Szellem minket. Felajánlja neked, hogy igyere abból a fajta biztonságból, amit, amit Egyiptom tud neked adni. Hadd mondjam el nektek ezt. Emlékeztek, amikor Ádám és Éva gyalogol, a, ott vannak a kertbe? Éva megy a kertbe, egyszer csak találkozik a kígyóval. Azt mondja neki a kígyó. Tényleg azt mondta az Isten, hogy nem ehettek egy fáról sem. Mit csinál a kígyó? Évának egy olyan kérdést teszt fel, ami mindennapi kérdés, hiszen minden nap kellett enniük. Valószínű, csak játszunk a gondolattal. Elképzelhető, hogy Éva volt a felelős, mint nő, azért, hogy minden nap legyen vacsora. És ezért a gonosz pontosan tudta, mi ez a relevant kérdés, mi az az aktuális kérdés, amit ha odadob Évának, biztos, hogy elgondolkodik rajta. Minden nap főznöd kell, minden nap csinálnod kell valamit. Biztos, hogy azt mondta Isten, ne egyél. Azt mondja Éva, nem, nem, azt mondta, hogy elhetünk innen és onnan, csak arról az egyről nem. Elkezd vele beszélgetni. Tehát megpróbálta a gonosz azt a területet megcélozni Éva életében, ami aktuális volt neki. A gonosz mindig azon a területen akar hozzád jönni, ami, ami neked aktuális, ami neked fontos. Mindig abba akarja, hogy, el, hogy botlásod legyen, ami, ami, ami körülötted van. És így lesz az áldásból, így leszel az áldásodnak a szolgája. Mert az áldás, az étel, az gyakorlatilag egy áldás volt a kertbe, de mivel ettek, ezért szolgává váltak. Tehát tudnod kell, hogy az, amivel Isten megáld, ha nem jól kezeled, hirtelen szolgájává válsz, és bajba kerülsz miatta az a dolog pénz, ami megáll téged, ha nem jó kezeled, akkor szolgájává válsz, és bajba kikerülsz a kertből, kikerülsz a szövetségből miatta. Ezek nagyon mély témák, ezek külön tanítások is lehetnének, de nincs időnk most erre. Maradjunk annál, hogy a kertbe a kígyó a következőt mondta. Éva, ez az, amit Isten szövetsége, ez Isten és az ember szövetsége, ez az, amit ő mond neked. Én mondok egy másikat, edd meg, és nem fogsz meghalni. Tudjátok meg, hogy a gonosz nem csak azt mondja, hogy hagyd el a szövetséget. Azt mondja, hogy hagyd el, mert ezt is ezt biztosítom neked. Amikor azt kérte, érzem, a Szent Czernának a jelenlétét, amikor azt kérte a sátány Jézus, hogy borulj le és imádj engem. Nem azt mondta, hogy imádj engem, és pont, és neked adom mindezt. Tehát a gonosz mindig ad valami ellenértéket, ami neked fontos. Tudta a gonosz, hogy Jézus a világért jött, mert úgy szerette Isten a világot. Mit mondott neki? Neked adom a világot. Azt akarom mondani, hogy az, ami, ami, ami neked fontos, ami az életedben van, ne enged, hogy elkezdjen téged uralni. Soha ne enged, hogy az áldások az életedbe elvigyenek egy olyan irányba, amit már nem tudsz kezelni. Volt egy időszakunk, mikor mi ne, én férfiként mondom, mert a feleségem ugye rám hagyta ezt a döntést, hogy anyagilag én vezessem a családot, nem tudtunk tizedelni. Mert azt mondtam, hogy hát, uram, ha befizetjük a tizedünket, hogyan fogunk kifizetni lakbért? Angliába élünk, és itt, itt azért a lakbér az komoly összeg. És idő kellett nekem, mire eljutottam addig, hogy uram, meg kell tudjak szabadulni a pénznek ettől a fajta szerelmétől, mert egyszerűen nem tudok. Nem tudok tizedelni. Akarok, de nem tudok. Mert a, a, a matematikus agyam egyfolytában pörög és számolja, hogy ez így nem lesz jó. Tehát Évának Isten egy a, a gonosz egy lehetőséget, egy opciót adott. Na most... Akkor, amikor Isten azt mondja neked ma, hogy hagyd ott az egyiptomi rendszert, ha lépjél ki a megalkuvásokból, és legyél radikális, kezd el keresni az Urat teljes erődből, lelkedből, teljes szívedből, és csak neki szolgálj, akkor Isten arra kér, hogy hagyd el azt a fajta egyiptomi dolgot, amiben vagy, ami lehet bármi. Lehet, hogy valakinek az lesz, hogy azt mondod, hogy nem nézek 80 órát tévét, hanem csak két órát. Lehet, hogy az lesz neked, hogy azt mondod, hogy én többet nem randizok ezzel az emberrel, mert ez elvisz tőled. Lehet, hogy az lesz, hogy azt mondod, nem eszek mértéktelenül, mert tönkretesz. Lehet, hogy az lesz, hogy azt mondod, tudom is én. Mindenki tudja, hogy mi az, ami, ami de azt mondja, a, 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 ugye az, az ellenség viszont, hogy csináld, mert ez lesz belőle a benefited, ez lesz belőle, ami jó. Tehát a gonosz mindig ad egy B-opciót, és azt mondja, rendben, Isten ezt ajánlja neked, ezt tudod vele elérni, de én meg ezt mondom, Éva. Edd meg, és nem halsz meg. És valóban nem halt meg, abban az értelemben, viszont Isten azt mondta, amiért egy másik szövetségben léptél, a Föld nem adja meg neked a termő erejét. Tövis és bogács jön rád. Mit mondott Isten Mózesnek? Menj be a földre, de ha nem engedelmeskedsz, az ég nem fog esőt adni, és a föld nem fog teremni. Tehát az engedelmességbe egy olyan harmónia születik meg a föld, az eső, az ég, a menny és a föld között, ami ha elkezd működni, minden elkezd téged szolgálni, azt mondja, még a, a, mezei vadakkal is szövetséged lesz. Ö, olvastátok azt a bizonságot, hogy tűztört ki egy, egy egy ilyen üzleti soron, mindenhol, minden ház leégett előtte, mellette, körülötte, de a, volt egy keresztény ember, az ő épületen nem égett le. Pont úgy fújt a szél, pont úgy alakult minden, hogy minden le tudott égni, de az ő üzlete nem ége, senki nem értette a tűzoltók sem. Mert szövetségre lép, amikor szövetségre lépsz a mennyei atyával, a föld, a szél, a minden elkezd téged szolgálni, a mezei vadak is, azt mondja az írás, még azok is szövetségbe lesznek veled. És azt mondja itt Isten Mózesnek, kihozlak Egyiptomból. De ha be akarsz menni, nagyon vigyázz, tartsd meg a parancsolatokat, mert, mert az eső lesz az, ami miatt áldott leszel. De ha te, ki, de ha te nem leszel engedelmes, be kell zárnom az eget, be fog záródni, nem lesz esőd és tönkremész. Ezért mondja a Biblia, hogy az, aki megszabadult, miután visszamegy a bűnbe, hétszer rosszabb lesz az állapota. Menj el és többet ne védkezz, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Mert a szabadságunk az egyben kihívás is, a, és a nagyobb áldásra, de ha nem jó kezeled, akkor, akkor bezáródik fölötted az áldás. Na most, mit jelent az, hogy függeni a nílustól? A nílusnak voltak áradási ritmusai. Tehát a Nénus az kiárati június és szeptember között, és mivel ezek az áradások voltak, annyira gazdag volt a föld utána, a termőföld, hogy gyakorlatilag uh, nagyon erős, nagyon jó aratásaik uh, voltak ott az egyiptomiaknak, illetve azoknak az izraelitáknak, akik ott éltek, mert egy ilyen iszapos. Uh, földet hagyott maga után. És emiatt, amiért az áradása volt a Nílusnak, nagyon Egyiptomnak a befolyása az ókori időben nagyon megnövekedett, kereskedelmi szempontból, társadalmi szempontból, egy nagyon erős jólét volt a, a, az embereknek abban az időben Egyiptomban. Viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy amíg az, a Nílusnak és az öntözési rendszernek a közepén az ember állt, a, az, hogy az ember kiépített, ugye öntözési csatornát, gátakat épített, akkor, hogyha szárasság volt, ugye, akkor még mindig gát, gátazták a Nílust, és akkor még mindig tudott víz jönni. Tehát ők próbálták szabályozni, viszont az eső, az ígéret földjén az eső, az már nem az ember hatalmába áll, ott Istenbe kell bíznod. És ez az, amire Isten téged elhívva, Azt akarja neked mondani az Úr ma, hogy bízzál benne teljes szívedből. Mert ha megtanulsz benne teljes szívedből bízni, és nem azért mondja az Úr, mert nem akarja azt, hogy, hogy azt akarja, hogy dobjál mindent, vagy hogy, vagy hogy kezdj el szaladni, és add el mindenet. Nem erről beszélek. Profétikusan tudjuk, miért egy profétikus szolgáltnak a része vagyunk. Profétikusan tudjuk, de a Biblia is írja, hogy a világra nagy nyomorúság jön. A Tomi proféta megprofétálta, hogy 2030 körül egy olyan világválság jön a Földre, ami, a, ami rendkívüli módon befogja folyásolni az embereknek az életét. De ha nem is lenne ez a proféta, Jézus Krisztus mondja, hogy hallani fogtok háborúkról, háborúk híreiről. Tehát az a rendszer, amiben vagyunk testvérek, miért fontos ez a mai tanítás? Mert ma még nem érted, mert a Nílus még árad. De a Nílus víze ki fog száradni. És ha nem tudod, hogy működj együtt az esővel, ami fölötted van, ha nem tudod, hogy működj együtt az atyával, aki fölötted van, akkor éjség lesz és nyomorúság. És ezt mondja Jézus, hogy nagy éjségek és nyomorúságok jönnek. De Isten minket fel akar készíteni. Tudjátok, ha az ószövetségben a szárasság, a nyomorúság az éjség idején Isten gondoskodott a profétáiról, miért gondoljátok, hogy most nem akar? Mit szóltok ahhoz, ha azt mondom, hogy egy profétai tanítást hallotok, vagy olyan profétai üzenetet, amit az Isten annak idején testbites illésnek mondott, mert azt mondta testbites illésnek az Úr, hogy szárasság fog jönni a földre, de te rólad gondoskodni fogok. Mert Illés profétált azt mondta, él az Úr az Isten, aki előtt állok, hogy ez esztendőbe se harmad, se eső nem lesz, csak is az én beszédem szerint és azt mondja, lőn az Úrnak beszéde hozzám mondván, illés, menj el innen, menj ebbe és ebbe az irányba, rejtőzz el a kérit patakja mellett, ami a Jordántól folik, és a patakból lesz neked italod, és megparancsoltam a hollóknak, hogy tápláljanak téged. Azt akarom mondani, a Szent Szellem azt mondta nekem, hogy nyomorúság fog jönni a földre. Az egyiptomi rendszer, amiben bízunk ma mi keresztények is, az egyiptomi rendszer össze fog omlani. Nem lesz megbízható egészségügy, nem lesz megbízható bankrendszer. Tönkre fog menni a pénzünk. Tönkre, amikor beteg leszel, nem lesz lehetőséged orvoshoz menni. Itt Angliában már annyit kell várni egy orvosi ellátásra, hogy sokszor imádkozni kell, hogy inkább gyógyítson meg az úr, mert mire orvoshoz kerülsz, egyszer leestem a létráról, majdnem egy hetet kellett várnom, mire igazi orvosi ellátást kap azt akarom nektek mondani, azért adom ezt a tanítást, mert érzem, hogy a Szent Szellem fel akar minket készíteni arra, hogy hogy tudunk kapcsolatban lépni a mennyei ellátással az egyiptomi rendszer helyett. Mert ma egyiptomi rendszer szerint élünk. Befolyásolnak minket az inflációk, a kamatok, befolyásol minket, hogy mi történik a piacgazdaságban, mi történik az Európai Unióban. De Isten emberei a királysághoz kell, hogy tartozzanak. A Biblia azt mondja, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk. Azt írja a Filippi levélbe, hogy ti mennyei országhoz tartoztok. Az eredeti fogalom, hogy ti mennyei állampolgárok Vagytok, onnan van a mi ellátásunk. El kell tudnunk venni az áldást onnan, mert az egyiptomi rendszert az Isten meg fogja látogatni. És ha nem hisztek nekem, hogy proféciát mondok, csak nézzétek meg a Máté Evangélium végét. Ahol Jézus bejelenti mindezt. És amikor illés, azt mondta, hogy nem lesz eső, de te rólad Isten gondoskodik. Azt mondta Illésnek, menj el, és a hollóknak fogok parancsolni, és nem hogy szomjazni és éhezni fogsz, húst fogsz enni minden nap. És amikor elment oda Illés, és hús volt, és víz volt, akkor, akkor ott Illés jólétbe volt, és mi történik? Azt mondja, kiszáradt a patak. Illésnek újból hallani kellett az Isten hangját, hogy tudja, hogy hol van az ellátás, hogy hogyan akarja Isten megáldani. Ez egy, ahol te most vagy, mi egy profétikus szolgálat vagyunk, mi tanítjuk, hogy lehet hallani az Isten hangját. Azért tanítjuk, mert ha nem hallod az Isten hangját, nem tudsz életre maradni. Ha Illés nem hallotta volna az Istennek a hangját, azt mondta volna, Uram, azt mondtad nekem, hogy profitáljuk, hogy éjség lesz és szomjúság, és én magam szomjazom. Pedig csak nem hallotta meg, hogy hova menjen. Mi van, ha azt mondom neked, hogy Isten pozícionálni akar téged, mert ha nem jól pozícionálod magad, nem érzed meg az ellátását és a gondoskodását. Ami miért baj? Ne, hogy nekem szegénységet, hogy megszegényedvén meg ne tagadjalak. Agur azt mondta, uram, hogyha egy bizonyos szint alá esik az ellátásom, megtagadlak. Isten nem ad nagyobb próbát ránk, mint amit elbírnánk. És az ellátása velünk kell baradjon. És akkor, amikor kiszárad a patak, azt mondja neki illés, rendben illés, most pedig menj el e, seraptába egy, egy, egy özvegyasszonyhoz, aki még nem is izraelita, egy pogány. Mit mondtam nektek? Ha bemész arra a földre, nem csak te leszel áldott, hanem a te barmod is a zsidók abban az időben sajnos kutyáknak nevezték a pogányokat. Állatként ö, említették őket, ugye tudjuk, hogy amikor a seraptei, ö, vagyis amikor hozzám, hogy ez a síró azt mondja, Jézus, az azt mondja, mi olyanok vagyunk, mint az ebek. Sőt, maga Jézus azt mondja, nem jó, a gyermekek elől elvenni a, 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 az ételt, és odaadni a kutyáknak. Maga Jézus, ugye, mert nem, nem voltak megváltva akkor még a pogányok. Tehát oda megy illés ehhez az asszonyhoz, és azt mondja neki, kérlek sűs nekem fogácsából, és hoz egy kevés vizet. És azt mondja az özvegy asszony, hogy ne haragudj, éppen meghalni készülök a fiammal. Nyomorúságban vagyunk, éppen meg akarok csak halni. És azt mondja neki az illés, hogy, hogy ez így nem oké, készíts nekem ételt, hoz nekem vizet. Tudjátok, akkor, amikor azért akarok erről nagyon erősen beszélni és tanítani, mert ha te megtanulod, hogyan legyél Isten gondviselése alatt, hogy vedd el ezt a gazdagságot. Nagyon sok ember van, nagyon sok özvegyasszony van ott kint, aki meg akar halni. Aki úgy van, hogy én megkezdtem meg az utolsó ételemet, és a fiammal együtt csak meghat halljunk meg, és nincs segítségük. Azért nincs segítségük, mert az Istennek az emberei ugyanúgy szenvednek, mint, 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 a, mint a nem keresztények. Mert nem értik meg, hogy mi proféták, apostolok, pásztorok, evangélisták, tanítók vagyunk. Nem, nem, nem járunk az örökségünkbe. És amikor látunk egy özvegyasszonyt, aki meg akar halni, ránézünk, és azt mondjuk, hú, te, én is akarok halni. Mert nem vagyunk felkészülve fel kell készülnünk elvenni Isten áldásait, mert nem, hogy te neked kellene éhezned, vagy nem, hogy te neked kellene küzdened azzal, hogy meg akarsz halni, te vagy az, aki megmentesz másokat az éjségtől, a haláltól és a nyomorúságtól. Te vagy az. Bármennyire hihetetlen is. Illés meg akart halni, emlékeztek? Leült a bokor alá, uram, csak hadd halljak meg. Ugyanaz az illés elmegy és elmagyarázza egy asszonynak, aki meg akar halni, hogy nem fogsz meghalni, sőt, ha, ha, ha most megcsinálod, amit mondok, akkor, akkor él az Úr, akinek én szolgálok, hogy nem fog elfogyni a vékabeli liszt, és a korsóból az olaj meg nem kevesül, addig, amíg az úr újból esőt nem ad a földre ezt akarom, hogy megértsétek ma, hogy növekednünk kell, meg kell tanulnunk szabannak lenni, növekedni, és kapacitást növelni arra a szintre, amikor azt tudjuk mondani, hogy Uram, az esőd itt van fölöttem. Egy mobil esőfelhő van fölöttem. Akárhova megyek, követ engem. És akárkivel állok szóba, az, az is meg lesz áldva. Mm. Na most szeretném, ha megértenénk valamit. Egy rendkívül fontos törvény, hogy tudod elkezdeni ezt birtokba venni? Ugyanis van egy alapszabály, ami, ami nélkül ez az egész nem működik. Ha van jegyzetfüzeted, vagy bármi, akkor ezt jegyzeted le. A kulcsa és a titka az egésznek a mag. Mert az Egyiptom földjén, és az ígéret földjén a következőt mondja az Úr, az Egyiptom földjén azt mondja, hogy te maga döntözted a magot. Az ígéret földjén nem azt mondja, hogy magot adok neked, azt mondja, én fogom öntözni a magot. De ha figyeled, egyik helyen sem mondja, hogy majd vetek helyetted. Az ígéret földje arról híres, hogy Isten adja az esőt a magra. Egyiptom földjén az ember volt az, aki vizet hozott a magra. Miért fontos ez, mert mag nélkül teljesen mindegy, hogy hol vagy. Ha nem vetsz el magot, mindegy, hogy az Egyiptom földjén vagy, vagy az ígéret földjén, mert Isten a növekedést adja. Megvan írva, hogy Isten adja pedig a növekedést. Hogyan ad esőt a mennyből? De ha, ha az eső üres földre esik, nem lesz mit növelni. Na most, miért fontos a mag? Mi ez a mag? Én meg vagyok győződve róla, hogy Isten nem csak szellemileg, hanem anyagilag mind a két területen meg akar minket áldani. Mert akarja, hogy imaházakat vegyünk. Akarja, hogy, hogy ti, akik itt vagytok, akarja, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj! tesó, az a helyzet, hogy nekem, nekem kellenek munkások, nekem kell függetlenített pásztor, szeretném, ha nekem dolgoznál, ez lesz a fizetésed, hagyd ott a munkádat, is, és, dolgoz nekem. Akkor, amikor Jézus követték a tanítványok, Jézus ellátta a tizenkét tanítványt, mindig, tehát biztosítva volt nekik az anyagi megértés. Tehát Isten anyagilag is meg akart téged áldani. Nem akarja, hogy a gyerekednek azt néz, hogy nem tudsz valamit megvenni. Tehát meg akar áldani anyagilag is, de szellemileg is. Egy szellemi örökséggel is meg akar áldani. Mik ezek, mi, 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 mik ezek a magok, amit mindegy, hogy az Egyiptom földjén vagy, vagy a Kánál mm. földjén, mindenhol Isten kéri tőled. Mert egyik helyen sem mondja azt, hogy ad, hogy én adok neked magot, bár azt mondja, magot áld a mag vetőnek, tehát megáldott már minket az Úr, de nekünk kell elvetni. Mm. Mik, mi, mi ez a mag? Na most akkor... Amikor, Ist amikor Izrael Egyiptomba élt, nem voltak nekik parancsolataik. Amikor kijött Isten egy Izrael Egyiptomból, ott hirtelen jött a Mózes törvénye. És a Mózes törvénye elkezdett rendelkezni magról. Következők voltak a magok tized, az első termésnek a bemutatása. Az aratás során a szélén kellett hagyni a földnek néhány gyümölcsöt, néhány gabonát, hogy a szegényeknek legyen honnan venni. Minden hetedik évben el kellett engedni az adóságokat. Minden ötvenedik évben vissza, vissza kellett adni a birtokot az eredeti tulajdonosának, az adósnak hiába fizette el. Béke, hála és bűnét való áldozatokat kellett adniuk. Ezek mind meg voltak parancsolva. Tehát akkor, amikor azt mondta Isten Mózesnek, hogy minden parancsolatot, amit mondtam, tartsd meg, akkor Isten azt mondta igazából Mózesnek, hogy ez lesz a te magod. Ez lesz a te magod, amit elültetsz a földbe az első termésnek adod, visszaadod nekem, ez egy mag lesz. Te a földön adod, te a mennybe lesz a, 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 manifestációja. Mert azt mondja Jézus, hogy te itt a földön adsz alamizsnát, és az a mennybe lesz neked kincs. Isten a mennybe áldja meg a kincsedet, és a földön fogod visszakapni többszörösen. Egy kommunikáció van is a föld és a menny között. Tehát jubileumi év, minden 50. évben ad vissza a birtokot a tulajdonosának. Tehát áldások ugye, ad vissza minden 7. évben, engedd el az adósságot, aki neked tartozik. Áld meg a szegényeket minden aratáskor, minden évben, gondolj a szegényre. Ezek a magok, ezt tudja Isten megáldani. Miért? Mert azt mondja, ha bevisz téged az Úr arra a földre, amit neked ígért, akkor fogsz olyan házakat birtokolni, amiket nem te építettél. Olyan, olyan kutakból fogsz inni, amit nem te ástál. Olyan szőlőkerteket fogsz, és olyan olajfáid lesznek, amiket nem te ültettél. Eszel és megelégszel. Azért, mert az az ígéret, ahova bementünk, egy olyan áldást hoz ránk szellemileg és anyagilag, fizikailag is, ami felülmúl mindent. Te, te szorongatod a tertedet, de Isten azt mondja: Én egy olyan földre viszlek be, ahol lesz teljes mész. Na most miért kell nekünk ide bemennünk? Azért, mert Isten a hetedik napon megpihent, vagyis a hetedik nap az Új Szövetségnek az ideje. Az a békességnek a földje, az a nyugodalomnak a szakasza. Mi nekünk tudnunk kell az ígéret földjén élnünk. Nem lehet probléma nekünk betegség, gyomorúság, szegénység, mert a királyt szolgáljuk. Ezért mondja Jézus, ha valaki hozzám jön, nem gyűlöli meg apját, anyját, vitesférjét, stb. 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 Nem méltó én hozzám. Mert nem tudsz két úrnak szolgálni. Hadd Uram, köszönöm ezt a mai alkalmat. Hálát adok Uram neked azért, hogy akik ma itt voltak, ők lehetnek, uram, a megmentői, uram, ennek a világnak. Mert sok özvegyasszony van, uram, kint, aki meg akar halni. Sok olyan gyermek van, uram, aki, aki éhezik és nyomorog, uram. Sok olyan család van, uram, ahol, 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 nem működnek a dolgok, uram. De, uram, a te néped az a só, amire szüksége van a földnek. Uram, megvan írva, hogy a föld várja sóvárogva az Isten fiainak a megjelenését imádkozok, Uram, azért, hogy akik ma itt vannak, Uram, tanuljanak meg kilépni az egyiptomi rendszerből, tanulják meg, Uram, hogy minket nem Nílus lát el, hanem az az Isten lát el az, az a föld, ahol hegyek és völgyek vannak, és Uram, sokszor völgyekbe vagyunk, sokszor hegyekbe sokszor nem tudunk imádkozni se annyira mélyen vagyunk lent a völgybe sokszor Uram, fönt vagyunk a hegyen, és örülünk, és minden könnyen megy, de Uram mi nekünk kell, hogy szolgáljunk téged, nem csak a síkságon amikor minden egyforma Uram, te fel akarod készíteni ezt a népet, hogy szolgáljon téged fönt a hegyen örömmel, és lent a völgy be könnyek között uram, mert az ígéret földjének az egyik feltétele uram, hogy a hegyről folyik alá az eső. És Uram, ezért volt az ígéret földje annyira áldott, mert a hegyről aláfolyó eső, amit a mennyből adtál, egyenletesen elment, Uram, a Kánál földjén, ezért a termőföld nagyon jó volt, Uram. De Uram, te ezt így tervezted el, hogy folyjon le a hegyről, Uram, a magasból, a völgybe. Ezért voltak a völgyek áldottak. De Uram, te akarod, hogy a te néped megértse, hogy a veled való járás az hegy és völgy egyben, Uram. Van időszak, uram, amikor a völgybe vagyunk, és azt érezzük, hogy soha nem látjuk már a magasságot, a hegyet, amikor azt érezzük, hogy nem tudunk megfelelően keresni téged, nem látunk magunk elé, csak, csak nagyon röviden. Uram, imádkozom azért, hogy bárki, aki most a völgyben érzi magát, tudja meg, hogy a völgy része az ígéret földjének. És uram, tudja meg, hogyha te fizikailag azt is érezzük, hogy távol vagy, igazából a hegyről folyik ránk az áldás, folyik ránk az eső, Uram, onnan a hegyről is megöntöz minket, Uram. Imádkozom, Uram, azért, hogy vedd ki az én testvéreimet, Uram, hogy ne szolgáljanak, Uram, feleséget, férjet, ökröt, szántóföldet, Uram, hanem szolgáljanak téged, Uram, hogy igent mondjanak a vacsora meghívásra, hogy le tudj ülni, Uram, az én testvéreimmel, hogy meg tudjon oldódni az ő problémájuk, Uram, hogy szabad emberek tudjanak lenni, hogy úgy, mint Zákeus, Uram, a vacsora során megtörjenek, Uram, az ő bilincseik, megtörjön az életükbe, Uram, az, az, azok a nehézségek, Uram, amik vannak. Uram, a Jézus Krisztus nevében megtöröm, és ellenem megyek, Uram, azoknak a bilincseknek, amik fogva tartják az én testvéreimet Jézus Krisztusnak a nevében. Legyen az bármilyen terület, Uram, legyen az terület, Uram, csak is, amit még örököltek is, Uram, az ő szüleiktől, Uram. Mert látom, Uram, hogy az egyiptomi rendszer, Uram, örökli át még az át is, Uram. És Uram, Jézus Krisztus nevében imádkozom azért, Uram, hogy azok az időzített betegségek, azok az időzített átkok, Uram, amik el vannak ültetve Egyiptomon keresztül generációkba, és egyszer csak kijön ennyi idősen a szemnekaromlása, ennyi idősen Uram, a, a cukor, ennyi idősen a szív problémák, Uram, imádkozom, hogy itt és most álljanak meg a Jézus Krisztus nevében, mert kijövünk az egyiptomi rendszerből, Jövünk az ígéret földjére, ahol mi függünk az Istennek az esőjétől, onnan a mennyből. Uram, parancsolunk a földnek, parancsolunk az egeknek, hogy nyíljon meg, Uram, a csatorna fölöttünk. Áradjon ránk, Uram, ez az eső a Jézus Krisztusnak a nevébe. Kezdjen el minket öntözni, hogy sem mélység, sem magasság, sem jelenvalók, sem a következendők, Uram, ne tudjanak elválasztani minket a Te szerelmettől. Még akkor sem, Uram, hogyha az, aki velünk együtt eszi a kenyeret, felemeli a sarkát ellenünk, még ha a legközelebbi ember is árul el minket, még a legközelebbi helyről is jönnek a támadások, Uram, azok sem választanak el tőled. Mert uram, feleséget férjed vettünk, de azok sem fognak meggátolni minket a vacsorától, Uram. Sőt, Uram, ahogy veled vacsorálunk, te meglátogatod a mi feleségeinket, férjeinket, ökreinket is megszaporítod őket, Uram. Jézusnak a nevében, Atyám, Áraszt ki, Uram, azt az erőt, amit ebbe a tanításba belehelyeztél. Mert minden szó, amit te tőle jön, Uram, erővel rendelkezik. Uram, én kiárasztom ezt a kenetet. Kiárasztom ezt a kenetet, és megvan írva, hogy a kenet kövérsége megtöri az igát. Uram, megtöröm az igákat a Jézus Krisztusnak a nevében, az én testvéreim életében. Mindenki, aki most ezt hallja, és azok is, akik nézni fogják, Szent Szelem, ebben a pillanatban áradjon ki a te erőd, és törje össze az igát a Jézus Krisztusnak a nevében, az emberek életén, hogy szabadság legyen, szabadság, szabadság, szabadság a Jézus nevében, Uram. A szabadságot hirdetem. Jézus nevében, Uram, evangélizálok az örömhírrel, hogy a nép, aki sötétségben van, aki fogságban van, jöjjön ki a világosságra. Szabadságot hirdetek, Uram, a Jézus nevében. Eljött a jubileumi év a szabadságnak az éve, a Jézus Krisztusnak a nevében, Atyám! Köszönöm, Uram, Neked ezt a szabadságot, ezt a kegyelmet, Atyám! Köszönöm Neked ezt, Uram! És Uram, imádkozom azért most, hogy növekedjen a mi kapacitásunk, hogy el tudjuk venni, Uram, hogy, hogy el tudjuk venni, és birtokba tudjuk végre venni a Földnek az áldásait, a Kánaának az áldásait, Uram. Azért imádkozom, Uram, hogy növekedjen a kapacitás, és látom, Uram, hogy a gondolataink megváltozzanak. És Uram, a Te azt mondtad Izraelnek, hogy a gondolatok megváltozása, Egyetlen módon történik, ha fókuszálunk a parancsolatokra. Uram, fókuszálunk a Te igédre, te igéd az igazság és az élet. Uram, nincs más élet, nincs más út. Uram, azt mondtad, ha lett volna más, megmondanád, de Uram, nincs más. Te vagy az út, az igazság és az élet. Uram, te vagy az, akire nekünk fókuszálnunk kell. Uram, hogyha túl sokat jár a te népednek a, a gondolata Egyiptomon, és kevesebbet jár rajtad egy nap, onnan tudjuk meg, hogy még Egyiptomban vagyunk, mert a nép szíve visszafordul a pusztába Egyiptom felé. Többet gondolkodtak egyiptomon egy idő után, mint, mint az ígéreten, mint Teróla, Uram. Imádkozom, Uram, hogy ez legyen a filter az én testvéreim életébe, hogy vizsgálják magukat, hogy az az időszak, amikor fönt vannak, Uram, az az X óra, az a 16 óra, amíg, amíg, fönt vagyunk, mennyit gondolunk rád egy órában, mennyit gondolkodunk rólad, Uram, mert ahol, amint gondolkodunk, ott vagyunk, Uram. Ott van ami mi elmünk, ott van a szívünk, ott van a kincsünk, ahol a gondolataink. Uram, imádkozom a gondolatok megváltozásáért, hogy a Te igéden gondolkodjunk éjjel, éjjel és nappal, hogy Uram, meg tudjuk tartani a parancsolatot. Azt mondja nekem, mutatja nekem az Úr, hogy sokan problémában vagytok, hogy nem tudtok megbocsátani, és nem tudtok szeretni. Azt mondja az Isten, hogy a szeretet az, az nem, nem egy érzés, a szeretet az egy parancsolat. És nem tudod megtartani azt a parancsolatot, hogyha nem meditálsz rajta, mert Jézus megparancsolta, hogy szeressük egymást. Úgy parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Nem azért nem tudsz megbocsátani, vagy szeretni, vagy kialakítani dolgokat, magad körülmet, mert nem akarsz, azért nem tudsz, mert nem gondolkodsz eleget az írásokon. Nem gondolkodsz eleget az igén. Látom azt, hogy ez a tanítás elkezd változást hozni az életetekbe, és látom, hogy ahogy elkezdtek, hallgatjátok a tanítást, és elkezdtek gondolkodni az igén, elkezditek keresni az, az Urat. Látom, hogy elkezdenek dolgok történni veletek. Emlékszem, ahogy azt mondták nekünk egyszer, hogy mióta gyülekezetben járok, azóta minden boszorkány megtalál engem, minden rossz elér engem, de hadd mondjam el neked, hogy akkor, amikor az antibiotikumot beveszed, az első tünetek az, hogy gyengébb vagy. De az antibiotikumot, ha folyamatosan szedett, hirtelen elkezdesz elkezd meggyógyulni, és az immunrendszered elkezd harcolni. Látom, hogy ahogy elkezditek keresni az urat, Sokan elbátortalanodtok és abba adjátok, mert nincs rögtön áttörés, sőt, sokszor rosszabb. De azt mondja nekem az Isten, hogy Istennek a gyógyító ereje elkezd megjelenni bennetek, mint az antibiotikum az ember életében, mert ne felejtsétek el akkor, amikor a priest, a pap bement a szent sátorba az első dolog, amit megnézett a rézmedence. A rézmedencében meglátta, hogy milyen az ő ábrázata, ott meg kellett neki mosakodni. Azt mondja az úr, hogy megtisztít először minket, megtisztít először tisztít, felkészít minket. Ezért ne csodálkozzatok, hogyha minél jobban keresitek az Urat, annál több támadásért akkor, amikor mentek a boltba. Sőt, látok, hogy álmokat kaptok, rossz álmok gyötörnek majd, elkezdenek kezdődni minden támadások, de tudd meg, hogy minden, ami ilyenkor ér, ez mind benned van, és ki kell, hogy jöjjön, a felszínekkel, kell jöjjön. Isten elkezd tisztítani, elkezd téged felkészíteni, ne hagyd abba az antibiotikum kórát, mert ha abba hagyod, megint újból kezdened. Mindig, amikor jönnek a támadások, jönnek az ilyen átélések, és abba hagyod, akkor újból, újból kell kezdened. Kezdj el folyamatosan járni az Úrral, és az Úr elkezd téged megtisztítani. Addig, amíg szeplő, sömörkön nélkül leszel akkor amikor ahogy tisztulsz meg, elkezd az Úr feltölteni az ő értékeivel, és minél inkább feltört, annál inkább fogod sugározni, ahogy Mózesnek az arca sugárzott, és látták az emberek, át elkezdesz sugározni, elkezd belőle kiáradni az Úrnak a szelleme. Uram, imádkozom azért, hogy a kapacitásunk kezdjen el növekedni ebben az értelemben. Kezdjünk el, Uram, kezdjük el birtokolni azt, ami megvan ígérve, ami megvan áldva. A Názáreti Jézus Krisztusnak a nevében, atyám. Köszönöm, hogy itt voltál ma. Köszönöm, uram, hogy a testvérek uram bár hosszú volt a tanítás, itt tudtak lenni szellemben, lélekben, Uram, elmében, áld meg őket ezért, Uram, mert nem velem voltak együtt, hanem veled vacsoráltak. Köszönöm, Uram, hogy elfogadták a vacsora meghívást. Ennél nagyobb dolgot nem is tehettünk volna ma, Istenem, mint azt mondani, hogy nem érdekel minket az ökör, nem érdekel minket a szántóföld, mi ma vacsorálunk veled. És Uram, köszönöm, hogy ahogy veled vacsoráltunk, bizonságok fellegei fognak körülvenni minket, hogy mit fognak velünk történni a héten. Úr, és Uram, hogyha rossz dolgok is jönnek, tudjuk, Uram, hogy elkezdesz tisztítani minket. És köszönjük ezt a tisztítást, Uram. Magasztalunk és áldunk téged, Atyám, a Jézus Krisztus nevében. Amen és Amen.